A nívós előadásra nagy volt az érdeklődés, ugyanis megtelt a fesztiválterem. Igazán örömteli nap a mai Dombavár életében, hiszen a hagyományoknak megfelelően óvodáink jöttek ma össze, és egy vidékről érkező település is itt van, hiszen Őcsény 10 éve résztvevője ennek a rendezvénysorozatnak. Ez a rendezvény 20 éve született meg gondolati szinten, és Isten igazából ma jubileumot ünnepelnek, hogyha a pandémia nem szólt volna közbe, de sajnos ez csak a 17. Külön örömteli számomra, hogy a mai nap több generációt összehoz, hiszen a legkisebbtől a legnagyobbakig, hiszen szülők, nagyszülők ott ülnek a nézők sorába, gyerekek izgulnak, hogy amit tanultak évközben sikeresen elő tudják adni. Természetesen igen, hiszen ők nem tudnak hibázni, mindig mosolyognak, és hogyha hibáznak, akkor se veszik észre, és nem adnak már erről jelet. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány tovább tud folytatódni, hiszen a hagyományon generációkat összekötő, amit említettem volt, és hogyha az idő alattában megyünk előre, akkor a szülőkből nagyszülők lesznek, és ez így megy tovább, remélem még a világ, és Dombaváron a hagyományokat ápolni fogjuk. Az esemény szervezője elmondta, hogy 120 kisgyermek lépett fel az ünnepi alkalomból. A kolléganőimmel közösen szervezzük, így most már 10 éve mi szervezzük, de maga a program az 2004-ben indult, útjára az óvoda akkori dolgozói indították el. A mi feladatunk 2024-ben csupán annyi, hogy a nívós eseményt örökül ápoljuk, és továbbra is vigyük, továbbra is fenntartsuk. A fesztivál célja akkor is és most is a népi hagyományok ápolása és átörökítése a következő nemzedékek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nemzeti és nemzetiségi identitástudatát is formáljuk. A zene és a tánc fejlesztő hatásáról nem szabad elfeledkezni, a zenei képességek fejlesztésével intenzívben fejlődnek a gyermekek valamennyi képessége. A zenei nevelés minősége az elmúlt évtizedek alatt ugyan változott, de nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy formáljuk a gyermekek zenei ízlésvilágát és a népzene közvetítésével. Egy volt kolléganőm szavai jutnak ilyenkor eszembe. Rajtunk pedagógusokon múlik, hogyan alakítjuk ki a gyermekekben a zene, a tánc, az éneklés iránti igényüket, miként alapozzuk meg a zenei anyanyelvüket. 20 éve indította útjára a Néptáncfesztivált, azóta ő maga is nagymama lett. Néphagyomány és városban annyira nem él, mint faluba. Kell hozzá egy összefogó vagy egy összetartó erő, aki biztatja őket. Meg hát abból azon múlik minden, hogy szeretik-e a néphagyományt. Azt viszont nem lehet elfelejteni, mert az a múltunk, a jövőnk. A gála után az intézmény aulájában közös táncházzal folytatódott a nap.